Sziasztok! Az elmúlt hetekben egy csomó újdonság érkezett hozzám, illetve voltam néhány sajtóeseményen is, úgyhogy ebben a videóban megmutatom nektek, hogy milyen újdonságokkal találkozhatok mostanában. Lesznek itt arcápolók, sminkek, és egyébként érdemes ezt a videót olyan szemmel is nézni, hogyha valakinek kerestek karácsonyi ajándékot, akkor lehet, hogy itt lesz majd egy-két jó pofa dolog. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a kis harang ikont a feliratkozás gomb mellett, ugyanis így mindig kaptok értesítést, hogyha feltöltök egy új videót. Ezen kívül kövessetek Instagramon és Facebookon is, az összes elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, de nem is húzom tovább a szót, hanem nézzük az újdonságokat. Érkezett egy csomagom az Avontól, amiben mindenféle Enyu arcápoló termékek vannak. Az Enyu az ugye az Avonnak a feszesítő, regeneráló termékcsaládja, és hát igen, 30 fölött sajnos kell már ilyesmivel foglalkoznom. Volt a csomagban egy Enyu Reversalist Complete Renewal nappali, illetve éjszakai arckrém is. Ezek ilyen bőrmegújító arckrémek, a nappali verzióban van 25-ös fényvédő is. Volt még a csomagban egy Enyu Clinical Lift and Firm kontúrozó szérum polipeptide X formulával. Na ezt nézzük meg, hogy hogy néz ki. Miért mindig a magyar szöveget találom meg utoljára? Megvan. Az Enyu Clinical Lift and Firm kontúrozó szérum célja az, hogy több dimenzióban segítse a bőr megemelését, feszesítését és kontúrozását, hogy drámaian megemelje a toka alatti terület bőrének megjelenését. Ez elég jól hangzik. Ennek nagyon érdekes a csomagolása, mert hogy egy ilyen tubusos krém, de itt a tetején van egy ilyen kis hűsítő fémhenger, ez szerintem tök jó lesz majd így a bőrbe belemasszírozni a krémet. Volt még a csomagban egy Enyu nyugtató és tisztító krém és maszk, tehát ez egy ilyen 2-1-ben termék, ez normális szárazbőrre ajánlott, úgyhogy ez nekem valószínűleg tökéletes lesz így az őszi-téli időszakban. Ezt nem csak arctisztítóként lehet használni, hanem arcmaszként is. Felviszed a bőrre, 3 percet rajta hagyod, majd letörlöd, úgyhogy ez egy ilyen kis többfunkciós termék. Volt még a csomagban ezen kívül egy Enyu Clinical Lift and Firm szemkörnyékápoló Polypeptide XL, ami egy ilyen kétlépéses szemkörnyékápoló. Ezt a narancssárga részt kell felvinni a szemhéjra, illetve ide a szemöldök körüli részre. A krémes részt pedig a szem alatti részre, illetve ide oldalra kell felvinni. Nyilván ahhoz, hogy tudjam, hogy ez valójában mennyire hatékony, több héten keresztül kellene tesztelnem, úgyhogy most még csak ilyen első benyomásokat tudok veletek megosztani. De én azt tapasztaltam, hogy nagyon gyorsan felszívódik mindez a gélesebb formula, mint pedig a krém. Tényleg csak így feltapogattam a szemem alá, illetve a szemhéjamra, meg ide a szemöldök környékére, és nagyon gyorsan felszívódott, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez tud majd kezdeni valamit itt a finom kis vonalakkal, meg a táskákkal. Kaptam még ezen kívül egy Enyu Essential fiatalító arcmaszkot. Én egyszerűen imádom ezeket a fátyolmaszkokat, hogyha tudom, hogy van negyed óra a nyugim, akkor felszoktam dobni egy ilyet, mert egyszerűen teljesen újjászületik az arcbőröm egy ilyen fátyolmaszk után. Bár én eddig még csak ilyen hidratáló fátyolmaszkokat próbáltam, ez pedig egy fiatalító arcmaszk, szóval így azt képzelem el, hogy ezt felteszem, és 15 perc múlva egy baba pofi vigyorog majd vissza a tükörből. Viccet félretéve nagyon várom, hogy ezt is kipróbáljam, mert tényleg imádom a fátyolmaszkokat, és eddig igazából csak jó tapasztalataim voltak velük, viszont az Avontól még nem próbáltam ilyen fátyolmaszkot, úgyhogy már csak ezért is nagyon kíváncsi vagyok erre. És a legizgalmasabb dolog az egész csomagban az ez az Enyu Reversalist kétfázisú rászalanító duó, amit én teljesen máshogyan képzeltem el, hogy hogyan kell használni, mert ugye láthatjátok, hogy van egy egyes, meg egy kettes lépés. És én azt hittem, hogy mit tudom én, az egyest kell mondjuk először felkenni, és akkor utána a kettes, de nem, hanem ezt úgy kell használni, hogy az egyes lépést használod 7 napon keresztül, aztán következő héten a kettes lépést használod 7 napon keresztül, aztán megint az egyest 7 napon keresztül, aztán megint a kettes 7 napon keresztül, szóval így 7 naponként kell váltogatni a két krémet. Az egyes lépés az táplálja a bőrt és felkészíti a szuperretinol komplex befogadására, és a kettes lépés a szuperretinol összetételnek köszönhetően segít stimulálni a kollagén termelését és halványítani a ráncok kinézetét. Ezt még nem tudtam tesztelni, csak az egyest próbáltam ki egyszer, hogy mégis milyen állaga van, és nagyon tetszett, mert egy nagyon gyorsan felszívódó krém, és elképesztően
puha és rugalmas lett utána a bőröm. Menjünk akkor tovább. Voltam néhány nappal ezelőtt a Dovez bloggel találkozóján, ahol egyébként vlogoltam is, ezt beteszem ide föntre, meg a videó alatti leírásba is. Rengeteg új parfümöt bemutattak nekünk, és a végén választhattunk egyet magunknak, hogy melyiket szeretnénk otthon kipróbálni. És én a Dolce & Gabbana The One parfümöt választottam, ami gyakorlatilag azt hiszem az első parfüm volt, amit ott ezen a rendezvényen megszagoltam, de engem azonnal magával ragadott. Igazából nem kifejezetten egy ilyen őszi-téli illat, mert egy abszolút gyümölcsös, virágos, édeskés illat, de én imádom az ilyen illatokat. Tényleg annyira finom és annyira intenzív, sokáig tart, úgyhogy nekem nagyon-nagyon bejött. A Biobazártól is kaptam egy csomagot, amiben volt 3 darab 3-1-ben tusfürdő, illetve sampon. Én mondjuk nem szeretem az ilyen típusú termékeket hajra használni, szóval én ezeket tusfürdőként szoktam elhasználni. Az egyik az a zöld teás verzió, ennek isteni finom illata van. Aztán van itt még egy selvajas és jojobás verzió, illetve a levendula és citrom, aminek megmondom őszintén, hogy nekem egyáltalán nem tetszik az illata. Ezek ugye ilyen parabén, parfüm és színezékmentes termékek, 96%-ban természetes összetevőkkel. Voltam a L'Oréal-nak is a blogger rendezvényén, ahol rengeteg izgi dolgot mutattak be nekünk, többek között a várva várt Paradise X-Tetik szempilla spirált, ami ugye külföldön Lash Paradise néven fut, hogyha jól emlékszem, de azt hiszem, hogy a kettő teljesen ugyanaz. Ez az első szempilla spirál a L'Oréal-tól, ami dobozban kaphatott. És ugye külföldön a Lash Paradise gyakorlatilag mindenki imádta és teljesen oda volt érte. Kipróbáltam már ezt a szempilla spirált, most is ez van rajtam. Elképesztően puha keféje van, szóval, hogy én ilyennel szerintem még nem találkoztam, hogy egy szempilla spirálnak ennyire puha legyen a keféje, nem szilikon kefe, hanem hagyományos, és igazából semmi extra formája nincsen a kefének, hogyha jobban megnézitek, de nagyon szépen dúsítja a pillákat, én az ívelést annyira nem vettem észre, tetszik nekem, de nálam nem múlja felül a L'Oréal Miss Babyrollt, nálam most az az etalon, nálam az a minden, az a legjobb spirál, amit az elmúlt időszakban kipróbáltam. De kaptuk még ezen kívül néhány másik terméket is. Ugye van ez a L'Oréal Infallible Lip Paint, ami nem új termék, de most jött néhány új árnyalat is. Ez a 210-es Dead Lips árnyalat, vagyis halott ajkak. Hogy lehet tényleg ilyen nevet adni egy rúzsnak? Hát nem tudom. Egyébként ez nem az én színem, ezt el kell, hogy mondjam, úgyhogy nem fogom hordani, és nem csak azért, mert ilyen bizarr nevet adtak ennek az árnyalatnak. Aztán itt van még ez a Perfect Match La Touche Magique. Annyira szépen mondtam, nem? Ez egy ilyen ecsetes kis korrektor, ennek enyhén barackos árnyalata van, és tökéletes itt a szem alatti terület kivilágosítására. Ez egyébként itt most nekem a Rose Porcelain árnyalat, most is ezt használtam, igazából én nagyon meg vagyok vele elégedve. Aztán van még itt egy másik korrektor is, ez a True Match Perfect Match ceruzás tekerhetős korrektor, én ezt inkább így bőrhibákon használnám, de ezt még nem próbáltam ki. Kaptam még ezen kívül egy Infallible Longwear Lip Liner-t. Ez a 001-es Highlight On Point árnyalat, ez egy aranyszín, szóval, hogy én ezt nyilván nem fogom a számra kenni, mert nem szoktam aranyszínű rúst használni. Viszont lehet, hogy ki fogom próbálni szemceruzaként, mondjuk a vízvonalon, vagy ide a belső szemzug kivilágosítására. És végül kaptam még egy L'Oréal True Match Minerals ásványi púder alapozót, amit már kipróbáltam, de nekem nem igazán jött be. Egyrészt, mert kiemelte a száraz részeket az arcomon, másrészt meg nagyon hamar átfényesedett, úgyhogy ezt nem igazán nekem találták ki. Egy pár perc erejéig kanyarodjunk még vissza az Avonhoz, ugyanis most jutott eszembe, hogy kaptam tőlük még egy csomagot, amiben ezek az Avon Mark Liquid Lip Lacquer Matte, illetve Shine folyékony ajakrúzsok voltak. Gyönyörű, élénk színekben kaphatok, és matt, illetve fényes termékek is vannak. Most egyébként ez a Pouty árnyalat van az ajkaimon, és nagyon-nagyon tetszik, mert elképesztően
pigmentált és intenzív színük van, hát nézzétek meg, szóval, hogy ez azért így elég jól néz ki. Ez, ami most rajtam van, ez a fényes verzió. A Pubától is kaptam egy csomagot, amiben egyrészt benne volt a Collection Privé limitált kollekció néhány terméke, ezekről most csak azért nem szeretnék nagyon beszélni, mert hogyha minden igaz, akkor mire ez a videó felkerül, lesz róluk egy bejegyzés a blogon. Szintén a Pupától kaptam még ezeket a Like a Doll Luminous Blush égetett pirosítókat, mondjuk ez a középső az inkább bronzosító, de mindegy. Minden esetre ezeknek gyönyörű szép színük, illetve fényük van, egészséges ragyogást is adnak a bőrnek, és tényleg nagyon üde színt lehet varázsolni velük az arcukra, és úgy néznek ki, mint valami színes kis makaronok. A Primeurtől is kaptam egy csomagot, amiben voltak Essence, Catrice, illetve Love Cosmetics termékek. Az Essence termékeket csak azért nem mutatom meg, mert hogy egy nyereményjátékra szánom azt, ami ebben a neszeszerben van. Kövessetek Instagramon, meg Facebookon, és akkor előbb-utóbb találkozhattok majd egy szuper kis Essence nyereményjátékkal. Viszont a Love Cosmetics termékeket mindenféleképpen szeretném megmutatni, mert nagyon szuper dolgok jöttek ebben a nagyon jó kis neszeszerben. Először is itt van ez a Love Street, illetve Lavinity körömlap, mindkettő gyönyörű szín. Ez egy ilyen púderes árnyalat, ez pedig egy ilyen kekizöld szín. Aztán volt még a neszeszerben egy ilyen kétlépéses korrektor, ennek a tetején egy ilyen stiftes korrektor van, az alján pedig egy applikátoros. Volt még a neszeszerben egy Love Extraordinary Perfecting Fluid Foundation, ami szerintem egy ilyen cushion alapozó lehet, de nem bontottam még ki, ugyanis az árnyalatnév alapján azt gyanítom, hogy ez sötét lesz nekem. Viszont amit már kipróbáltam és konkrétan szerelmes vagyok bele, az ez a Love the Glorious Highlighting and Bronzing Palette, aminek egyrészt gyönyörű a csomagolása, de ami benne van, az még gyönyörűbb. Csak ezt a színt használtam egyedül belőle. Ez egy highlighter, de valami olyan csodálatos fénye van, hogy úristen, ezt nézzétek meg. Nincsenek benne csillámok, hanem egy ilyen gyönyörű, egyenletes fénye van. Egyébként most is ez van az arcomon, és konkrétan szerelmes vagyok bele. A másik két színt azt igazából nem próbáltam még, ez egy ilyen fényes bronzosító, ez pedig egy ilyen enyhe fényű highlighter, vagy ezt akár el tudom képzelni szem alatti korrektor fixálására is. Minden esetre nekem ez a paletta már csak emiatt a középső highlighter miatt is egy nagy szerelem. Illetve szintén nagy szerelem ez a Love Eyevotion szemhéjpúder paletta, aminek ilyen nagyon érdekes gumiszerű csomagolása van, és belül 5 csodálatos fényes szín található. Egyébként most ezzel készítettem a sminkemet, nagyon-nagyon szépen pigmentáltak, gyönyörű fényük van, és nekem nagyon tetszik ez a színösszeállítás, úgyhogy nálam ez a paletta is top. Volt még a csomagban egy Love Lip Affair Matt ajakrúzs, ez a 950-es Guilty Conscience árnyalat, ami egy ilyen matt, szürkés barna szín, úgyhogy ezt biztos, hogy nem tartom meg magamnak, mert ez sajnos abszolút nem az én színem. Viszont imádom, hogy ilyen matt csomagolása van, és mágneses a kupakja. Aztán itt van még ez a Lip Affair Metallic Bronze Sculpting árnyalatú rúzs, ami viszont egy ilyen fényes szín. Illetve kaptam még egy Love Lash Seduction szempillaspirált is. Miért ilyen nehéz kibontani? Sikerült. Hagyományos kefe, tehát nem szilikon kefe. Viszonylag rövid sörtéi vannak. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Ki fogom próbálni mindenféleképpen. És szerintem ezzel be is fejezem ezt a mai videót, mert nagyon nincsen már velem a nap, illetve a fényviszonyok. Hogyha szeretnétek valamelyik termékről részletesebb véleményt, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, illetve bármiről írhattok kommentben, írjatok nekem, mindig nagyon szeretem olvasni a kommentjeiteket, illetve hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!